három úttal együtt, melyet most átadunk összesen, ebben a ciklusban 9 út került felújításra. 150 millió forint értékben kerültek ezek az utak felújításra. Ezeknek többségének 90%-a uniós forrás, és a többi 10% a saját erő. Kivételt képez az Árpád út, ott 50%-os volt az támogatás, 50% volt a saját erő. Széchenyben a Bajcsi Bem, illetve Bátori utaknak a kivitelezését elvégezhette, város lakóinak, Széchenyváros kistérségének, hogy a három utcát az elkövetkezendőkben örömmel használják. Nagyon szépen köszönöm, tisztelt Hölgyeim és Uraim, ezt a három utat Széchenyváros lakóinak, illetve az itt lakók nevében átvesszük, és én is azt hasonlókat azt kívánom, hogy használják egészséggel. Akkor én itt középen vágom át a szalagot. Igen. Én vagyok a másik oldalon. Igen. Hogy szalagot ki szokták vágni belőle. Ki szoktak vágni, ez nekünk is jó. Ezt a kivitelező cégnek tisztelettel átveszem. Köszönöm, nekünk egy rőfnyit. Egy rőfnyit a Széchenyváros önkormányzatának, meg egy rőfnyit a bizottság elnökének. Közremecsöltek ebben a nagyszerű és felelősségteljes munkában. Nagyon szépen köszönöm, és egy köszönöm. Köszönöm. Minden nagyon szépen köszönöm. Nagy örömömre szolgál, hogy a mai napon végre átadhattuk a város közlekedő lakosságának ezt a 3 B-betűs utat. Én örülök neki, hogyha Széchenyben új útfelújítások történnek, hogyha a lakosságnak a közlekedése könnyebbé válik, úgyhogy mindenkinek balesetmentes, biztonságos közlekedést szeretnék ezeken a megújult utakon kívánni. Természetesen nehézségek, mint mindig, most is voltak, akár ugye a hiánypótlás során, akár tudjuk, hogy az időjárás mennyire megpróbált mindannyiunkat. Sajnos a városban többen szenvedtek árvízkárt, többen nehéz helyzetben vannak. Én azt mondom, hogy az eredményeknek örülni kell, minden fejlesztést, felújítást a város közönségéért történt. Ismeretes, hogy a lakosság korábban a különböző társadalmi fórumokon megszólalt annak érdekében, hogy ezeket az utakat hozzák rendbe. Hogyan sikerült megvalósítani az elszükséges forrásokat? Ki biztosította a pályázatot, ki készítette, hogy sikeres pályázatok legyenek? Széchenyvárosa, amikor a ciklust elkezdtük, akkor elhatározta, hogy folytatja a korábban már szinte megszokottá vált belterületi utak felújítását. A korábbi ciklusban is több mint 19 utat újítottunk fel 2002-2006 között, most is sikerült több mint 15 utat felújítani. Ezeket a pályázatokat részben az önkormányzat készítette elő, de természetesen pályázatíró cégek segítségével, ugyanis ezeket az utakat terveztetni kell. Tehát meg kell rendesen terveztetni, ehhez szakemberekre van szükség, és a pályázatírás vonatkozásában pedig a KRF, ZRT van mindig a segítségünkre. Ezeket a pályázatokat a regionális fejlesztési tanácshoz kellett benyújtani, és a pályázatokat természetesen ott bírálták el. Nagyon nagy segítségünkre volt egyébként az a lobby, amelyet ebben a vonatkozásban kifejtettünk. Nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy a területfejlesztési tanács akkori alelnöke Dóra Otto nagyon sokat segített nekünk, és természetesen az akkori országgyűlési képviselők, nevezetesen Boldvai László és Borenszky Ervin urak. Hol van szükség még további felújításra a lakosságban? Hát sajnos vannak még utak, amelyeket muszáj megcsinálni. Egyelőre tervezünk egy nagyobb kátyúzást augusztus hónapban. Ez azt jelenteni, hogy több olyan veszély útszakasznál, amelyek tényleg az autók vonatkozásában is nagyon nagy gondot jelentenek, azt bekátyúzzuk. Jó lett volna, ha a Malomúti ingatlanokkal kapcsolatos Malomúti utca felújításra került, ezt a pályázatot sajnos nem nyertük meg, de vannak a másik városrészen, a 70-es években épült városrészen, ideértve a Csépes Sándor utat, a Mikszáth-Kálmán utat, tehát ezeket az utakra is elkészültek már a tervek. Tulajdonképpen a megfelelő pályázati forrást várjuk, és ott is ezek az útszakaszok is gyakorlatilag felújításra kerülnek.
Természetesen nem szabad elfeledkeznünk a település részekről. Az a jó hírem Pőstény puszta számára, hogy a hídépítéssel egyidejűleg a fő utca az teljes egészében felújításra kerül. Ott van egy-két mellékút, amit muszáj megcsinálnunk. Bencúrfalván pedig hát az a nagyon furcsa út, amely levezet a temetőhöz, azt is meg kell csinálni. Ott az a probléma, hogy 30 millió forintban kerül csak annak az útszakasznak a megépítése, és jelen pillanatban nem találtunk olyan pályázatot, amellyel ezt finanszírozni tudtuk volna. A BEM, a Bátori és a Bajcsi utak ünnepélyes átadását követően a jelenlévő újságíróknak dr. Serfőzőné, dr. Fábián Erzsébet polgármester sajtótájékoztatót tartott. A megbeszélésen a Széchenyben megvalósult útfelújításokról, valamint a város további fejlesztéséről szólt. Néhány szóval ismertessem ezeknek a belső közlekedési utakkal kapcsolatos önkormányzati fejlesztéseket. Ebben a ciklusban több mint 150 millió forintot fordítottunk Széchenyben belkerületi utak felújítására. A 3B betűs útnál utoljára 35 éve volt aszfalt csere. Tehát akkor el lehet képzelni, hogy 35 év alatt mi minden elkopott, balesetet is okozhatnak. Tehát most, hogy Feri bácsi rád nézek, a Malom utca benne van ebben a felújítandó, illetve bocsánat, kátyúzandó útra. Megvannak a tervek egyébként a Malom utca által határolt területekre, és megvannak a terveink a külső részeknél, Mikszáth Kálmán, Csépe Sándor utakra is. Mihelyt lesz rá uniós forrás vagy pályázat, abban a pillanatban ezt is be tudjuk adni. A Széchenyek már régóta várják a 3B-betűs útnak a megvalósítását. A útnak az elkészítését az önök cége végezte. Milyen műszaki megoldásokat kellett alkalmazni annak érdekében, hogy ez lakosság megelégedésére történjen? Társaságunk ugyebár ezt tavalyi őszelején kezdte a Bajcsi Bátor, illetve bemutaknak a felújítását. Feladatunk közé tartozott az útburkolat állapotának megfelelő szinten történő helyreállítása. Megoldatlan volt mindhárom utcában az utaknak a víztelenítése, ez jelentette számunkra az egyik legnagyobb problémát, és az utak víztelenítésével összhangban, ugye ezek sűrűn lakott utcák, az egyes ingatlanoknak a megközelítése, kulturált behajtásoknak a biztosítása. A felújítás során a tervdokumentációk a vonatkozó EU-konform szabványok szerint készültek, nekünk a kivitelezést is ennek megfelelően kellett végezni. A kivitelezés során a teljes útburkolat felújításra került, egyes utcákban részleges, máshol pedig teljes szélességben szélesítési munkálatokat is végeztünk. Ez az EU-konform szabványoknak velő megfelelés tulajdonképpen a hazai előírásoknak, illetve az uniós előírásoknak egy olyan szintű összefésülését jelenti, ahol mind a hazai kialakult építőipari kultúrákat, illetve szokásokat figyelembe veszik, illetve figyelembe veszik már az előírások az Európai Unió által megkövetelt direktíváknak történő megfelelésnek is. Egy nagyon konkrétan, mit jelentnek ezek például a szokásságok és az európai konform? Hát elsősorban itt térjünk ki akkor az aszfalt burkolatokra. Az aszfalt keverékeknek az összeállításánál már törekednek azokra az előírásokra, amik már az Unióban korábban érvényben voltak. Ezek konkrétan a kőváz, illetve a bitumen tartalomnak az összetételét jelentik, de nem tehetik meg ugyebár azt az előírás készítői, hogy ezt ökölszabályszerűen csak lefordítják és alkalmazzák Magyarországon, hanem természetesen figyelembe kell venni, és itt térek vissza az előző mondatomra, hogy a hazai építési kultúrákat, illetve szokásjogokat is figyelembe kell venni, hogy mi hazánkban milyen fajta köveket tudnak biztosítani a bányákban, milyen fajta bitumeneket tudnak biztosítani. Nyilvánvalóan ezek miatt vannak árnyalatbeli eltérések, valójában az összkép, az összműszaki tartalom tekintetében egy nagyfokú közelítés tapasztalható a korábbi hazai, illetve az eurókonform szabványok között. Természetesen ezeknek nem akarok most belevenni a mélyebbre ható műszaki szintű összehasonlításában, mert a tisztelt hallgatók számára ez talán nem lenne fogyasztható, illetve értékelhető.
Ami a problémát jelentette a három utca tekintetében, ugyebár, hogy ahogy mondtam, ezek sűrűn lakott utcák voltak, itt a kivitelezést úgy kellett végezni, hogy a lakossági forgalmat folyamatosan biztosítani kellett. Nem egyszerű dolog ez, de úgy gondolom, hogy társaságunk ezt megfelelő odafigyeléssel próbálta megoldani, és végül is úgy gondolom, hogy a lakosoknak a megelégédésére ezt a feladatot el is tudtuk végezni. Végeredményképpen elmondható, hogy a három utca a felújítást során az európai normáknak megfelelően, korszerűen víztelenítve, megfelelő teherbíró útburkolattal lettek ellátva, biztosítva lettek a kapubejárások. Ezáltal gyakorlatilag környezetvédelmi szempontokat is elégítünk ki, hiszen egy egyenletesebb forgalommal közelíthetők meg az utak, a vizek le vannak vezetve, tehát szennyeződésektől nem kell tartani. Én nagy biztonsággal és határozottan állítom, hogy a lakosok és az önkormányzat megelégelésére végeztük el ezeket a feladatokat. Az a felület, amiről beszélgettünk most, egy európai és komfort felületről, az még mennyire biztosítja azt, hogy elkövetkező 10 esztendőben nem lesz fajta kártyú? Nem egyszerű a kérdés. A mai szakmai gyakorlatok, illetve a mai szabvány előírások arról szólnak, hogy az útburkolatoknak a tervezésénél az útburkolat funkciójától függően 10-15 évre tervezik az útburkolatoknak az élettartamát. Itt a funkciónál fogom érni, itt lakóutakról van szó, itt a tervezési élettartam az 10 év. Ez azt jelenti, hogy az alkalmazott anyagok, illetve az alkalmazott technológiáknál az útburkolatot érő hatások, amelyek elsősorban ugyebár a forgalom, illetve az éghajlatból eredő hatások véget, 10 év van olyan értelemben megkövetelve, hogy ezen az útburkolaton károsodásnak nem szabad keletkezni. A gyakorlat ettől azért eltérő. Azt lehet mondani, és most csak a saját tapasztalatomat mondom, hogy ezeknél az ilyen jellegű kisforgalmi terelési utaknál azért még további néhány éves plusz élettartam elvárható. Nagyon remélem, hogy a Bajcsiben, illetve a Báthory utak tekintetében is ez az elmondott 10 éves érték egy nagyon minimális érték, és ennél többet fog majd biztosítani. Természetesen azért hozzá kell tennem, hogy ez a minimum 10 év csak úgy várható, ha az útnak az éves rutinszerű üzemeltetését, illetve fenntartását az útkezelője az biztosítja.